A Mombach kúria előtti terület feltárása során római kori leletek is előkerültek. Flashmob az újraélesztés jegyében. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármesterrel beszélgettünk, és most mutatunk belőle egy részletet. Véget ért a Dunajvárosi Darts Club saját szervezési sorozatának egyéni viadalsora. Köszöntöm nézőinket, amikor a VSTV híradóját látják, Dunajváros híreivel jelentkezünk. Kérem, hogy tartsanak velünk. Pintér Tamás polgármester és az Interciza Múzeum munkatársai egy sajtótájékoztató keretében mutatták be azokat a római kori leleteket, amelyek a Mombach kúria előtti terület feltárása során kerültek elő. Külön érdekesség, hogy az évek során többször is megbolygatták már a területet, de most először fedeztek fel ehhez hasonló kincseket. Római kori leletet találtak Dunaújvárosban, a Mombach kúria előtti területen végzett munkálatokkal kapcsolatos sajtótájékoztató kezdetén Pintér Tamás polgármester megköszönte a szovjet emlékmű bontásában, áthelyezésében segítkező szakemberek munkáját, illetve a Hadtörténeti Intézet és az Interciza Múzeum munkatársainak a közreműködését, akik végig a területen tartózkodtak. A polgármester szerint ez az esemény igazi kuriózum a település történetében, hiszen ehhez hasonló mennyiségű és minőségű kincseket 1993 óta nem találtak Dunaújvárosban. Egy nagyon gazdag leletanyag volt, mint ahogy elhangzott az előbb is, ahogy itt látható előttem az asztalon is, nagyon sok tárgyat találtak az Interciza Múzeum régészei, illetve nagyon sok munkát is végeztek a feltárás során, ezúton is köszönöm nekik ezt a hatalmas munkát. Ilyen nagyméretű, sok részből álló anyagot már itt a Dunajvárosban a 90-es évek óta nem találtak, úgyhogy ez egy kuriózumnak mondható. A 3. századi érintetlen sírból előkerült régészeti leleteket már Buza Andrea mutatta be. A szakember azzal kezdte, hogy a feltárás során először a 16.-17. századi gödrök kerültek elő, amelyeket különböző anyagokkal töltöttek fel. Később a feltárás során megtalálták egy fiatal, vélhetően tehetős családból származó lány maradványait. A csontok bár nagyon rossz állapotban voltak, az aranyból készült láncot, gyűrűt és fülbevalót gyakorlatilag nem kellett restaurálni, kiváló állapotban maradtak fenn. Találtak még a sírban gyöngysort, ásványokat és 3 üvegedényt is, amelyek restaurálása folyamatban van. A koporson kívülről pedig bronzból készült edényzet és koporsó szegek kerültek a gyűjteménybe. Ez egy váratlan fordulat volt egyébként, mert nem ismertünk a területről lelőhelyet. Ez egy, először 16-17. Századi gödrök kerültek elő, amiket feltöltöttek másodlagos a régészeti anyaggal, és meglepetésként jött ez a, került elő ez a sír. Először azt is hitték egyébként, hogy ez is egy katonasír, mert tájolásában is teljesen beleillett azoknak a... Tehát tulajdonképpen a sorban volt, csak ezt szerencsés módon nem találták meg, amikor a szovjet halottakat eltemették. És hát valóban, ahogy polgármester úr is mondta, ez egy 3. századi női sír volt, ami nagyon, nagyon gazdag. A feltárások egyébként ezzel véget is értek a területen, amely régészeti oltalom alá került. Jó esély van arra, hogy az egykori szovjet emlékmű területétől kicsit távolabb, újabb sírok és leletek kerülhetnek elő, de ezt már csak akkor fogjuk megtudni, ha valami miatt ismét munkálatok érintik a területet. A szakemberek azonban ott lesznek majd készenlétben. A Magyar Vöröskereszt Dunajvárosi Területi Szervezete azt gondolta, hogy szeretné emlékezetessé tenni az idei október 16-át, azaz az újraélesztés világnapját. Ráadásul az volt a terv, hogy olyan akciót szerveznek, amire sokan felfigyelnek. Nos, a végeredmény pedig egy flashmobot szerveztek, amiben valaki összeesett az utcán. Az újraélesztés világnapjának az a célja, hogy felhívja elsősorban a laikus lakosság figyelmét arra, hogy ebben a témában mindenki érintett lehet, mindenkinek a legalapvetőbb információkkal rendelkeznie kell, és nem fordíthatunk hátat. Fett Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunajvárosi Területi Szervezetének vezetője egy flashmobot, azaz egy spontán villámcsődületet álmodott meg a mozi előtti térre, és a céljuk elsősorban a figyelem felhívás volt. Ma van az újraélesztés világnapja, ez alkalomból szerettünk volna egy ilyen kis élő bemutatót arról, hogy mi történik akkor, amikor valóban hirtelen szívmegállás történik, hogyan reagálnak rá az emberek, ki mit csinál, hogyan veszi észre, és mi az, ami
megfordul a fejében. Mi ezt természetesen lecsekkoltuk, és innentől kezdve pedig kezdődött az a része, hogy edukáljuk, és elmondjuk, hogy mit kellett csinálni, mit kellett volna, hogyan kell csinálni, és hogy kell egy jó újraélesztést végigvinni. Érdekes volt kívülről és beavatott szemmel végignézni a járókelők reakcióit, amikor egy ember összeesik tőlük néhány méterre. Először döbbent tekinteteket látni, és a tömegből mindig megmozdul pár ember. Fett Katalin szerint valóban furcsa volt a jelenet. Egy picit furcsa volt az, hogy a fiatalabbak közül azért egy-ketten oda szaladtak, hogy segítenek. Két ember azonnal hívta is volna telefonon a segítséget. A többiek egy picit közönösen viselkedtek, hát reméljük, hogy ezen tudunk változtatni. És soha ne feledjük, hogy ez bármikor velünk is megtörténhet, hogy a rossz oldalra kerülünk. Ha pedig újraélesztésre kerülne a sor, azt is tudnunk kell, hogy ahhoz nem kell semmilyen különleges képesség, csak tudni kell a dolgunkat. Az akciót többen is segítették, egyrészt azért, mert véletlenül se alakulhasson ki pánikhelyzet. Az illetékes hatóságok tudtak az akcióról, csak a járókelők nem. Fett Katalin egyébként maga is belebújt a szívbeteg ember szerepébe, neki két idős hölgy segített. Azt mondhatjuk, hogy azonnal. Az akciót segítette Orosz Csaba önkormányzati képviselő is, a Közbiztonsági Bizottság elnöke. Ma már sokkal közönösebbek vagyunk, illetve nem kapjuk fel a fejünket szinte semmire. Hírekben, híradóban annyi mindent látunk, olyan információtömeg zúdul ránk, hogy sokszor nem is figyelünk az utcán, és csak fülünkben egy telefon dugaj vagy fülhallgató, és csak megyünk. És ezért kellenek ezek a hirtelen dolgok, ezek a meglepetések, akár járók előként, hogy látunk-e valakit, aki rosszul van, és akár magunknak is fontos, hogy hogyan reagálunk, és ezt láthattuk, hogy ugye vannak, akik jól reagálnak, van, aki segít, van, aki azonnal hívja ugye a megfelelő segélyhívószámot, illetve vannak, akik közönösek. De lehet, hogy pont egy ilyen rácsodálkozás, hogy hú, közönös voltam, vagy hú, nem tudtam, mit kell tenni. Lehet, hogy most hazamegy, megnézi az internetet, hogy kell segíteni, hogy kell újraéleszteni, mit kell hívni ilyenkor, és akkor már el is érte a célját ez a kis flashmob. És kellenek ilyen figyelem felhívások. Orosz Csaba szerint azért is, mert a dunaivárosiak segítségnyújtóak. Háromszoros Guinness rekorderek vagyunk Ambóbabás újraélesztésben. Humanitárius város címünk van. Ha másért nem, az elért eredményeink köteleznek. De egy megmentett emberélet felbecsülhetetlen érték. És persze felelősség. Szabó Zsolt 36 éves és fiatal kora ellenére már jó ideje a közéletben dolgozik. 2010-től önkormányzati képviselő, 2019 óta pedig Dunaujváros gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere. A június 9-i választáson a Rajta Újváros Egyesület színeiben elsöprő fölénnyel ismét mandátumot szerzett és a közgyűlés tagja lett. A június 9-i választás nem sok változást hozott Szabó Zsolt politikai pályafutásában. Ha úgy tetszik, lezárt egy 5 éves ciklust, és azon nyomban el is kezdett egy következőt. A gazdasági alpolgármesteri széke pedig még csak meg sem ingott. Hogy ki lesz Dunaujváros polgármestere, azt a választók döntik el, hogy kik lesznek az alpolgármesterek, arra pedig a polgármester tesz javaslatot, és a közgyűlés dönt. Szabó Zsolt esetében se volt kérdés, folytatás következik. Az elmúlt 5 évről, tanulságokról, feladatokról beszélgettünk Szabó Zsolttal, most egy részletet láthatnak a hosszabb beszélgetésből, majd a híradó után a napi egy magazinunkban a teljes interjút megtekinthetik. Nagyon hálás vagyok az elmúlt 5 évért, mert nagyon sokat tanultam magamról, a világról, a Dunaujvárosról, és ami nekem egy elképesztő nagy tapasztalásom volt, az az, hogy sokszor nem elég a számokat nézni, hanem az embert is kell nézni a számok mögött, és azt kell nézni, hogy abból a forrásból, ami lehetőségünkre áll, abból hogyan tudjuk a lehető legjobbat kihozni, hogyan tudunk úgy költeni, és egy olyan szociálisan érzékeny költségvetést csinálni, ami a dunaujvárosiakat szolgálja. Ezért igyekszem személyesen elmenni a legtöbb önkormányzati intézménybe, ott egyeztetni, látni, hogy egy-egy költségvetési előirányzat mögött mi van, mert ez engem nagyban segít, hogy jó döntéseket hozzak, és amikor ezekre a találkozókra gondolok, akkor mindig érzem azt a felelősséget is, hogy még szorgalmasabban, keményebben kell dolgoznom. Azt mondta, hogy nagyban segíti a munkáját. Mi segíti még az ön munkáját? Bármire is gondolok, akár munkatársakra, a hivatalban levő csapatra, ismerősre, barátra, bárkire.
Elsőként nem mondhatok más, mint a feleségemet, aki elképesztő nagy megértéssel van, és nálunk az egy bevett gyakorlat, hogy így átbeszéljük a napjainkat, amikor hazaérünk, mindkettőnknek elég pörgős munkája van. És ezek a beszélgetések egyébként sokat segítenek emberként ebben a helyzetben. Viszont nem tagadhatom, hogy politikusként egy nagy kihívás volt 2019-ben átvenni a Városházának a gazdasági irányítását, és elkezdeni teljesen új kollégákkal dolgozni, de már olyan szoros munkakapcsolatok alakultak ki, amiben tudom, hogy számíthatok a kollégáimra, és azt hiszem, hogy azt is fontos elmondani, hogy amire még nagyban számíthatok, az polgármester úr bizalma, és ez nekem nagy segítség a mindennapokban. A mögöttünk hagyott hétvégén véget ért a Dunaújvárosi Darts Klub saját szervezési sorozatának egyéni viadalsora. Az idei UDL egyéni nyertese Tömöri Tibor lett, míg a dobogó második fokára Kis Péter, a harmadikra pedig Füzesi Zsolt állhatott fel. A negyedik és egyben az utolsó egyéni fordulót rendezte meg a Dunaújvárosi Darts Klub a Munkásművelődési Központban. Körmendi Mihály az egyesület elnöke értékelte röviden az idei UDL eddigi tapasztalatait, valamint beszélt a hétvégi záró versenyről is. Azt mondta, 35 fő mérkőzött meg az utolsó fordulóban, a férfiak mezőnyében pedig 4 hölgy is indult. A verseny pedig eredményhirdetéssel, kupák és jutalmak átadásával koronázták. Szombaton 35 fő jött el a utolsó egyéni versenyünkre. 35 főből 4 lány is csatlakozott a fiúk közé, fiúk között indultak. Elég sikeres volt a nap, 4:30 fele végeztünk az összes eredményhirdetéssel, és most volt az összetett eredményhirdetés is megtartva. A 4 fordulónak az eredményhirdetése is most. Kupákat osztottunk, érmeket osztottunk, úgyhogy jó hangulatba telt el az egész verseny. Az elnök szerint idén is jól sikerült az UDL sorozat. Sok versenyző már évek óta visszajár az alakulat által szervezett versenyekre. Ebből kifolyólag nincs is szükség nagy változásokra a jövőt illetően. Tervben van a táplák frissítése és a világítás bővítése. Elsőképpen a hangulat, aki már nagyon sokan járnak vissza hozzánk több éven keresztül. Szeretik ezt a versenyt, nagyon jól tartják a rendezésünket. Nagyon jó a helyszín, nagyon impozáns. Mi is törekszünk arra, hogy mindenki jó szájízzel menjen a versenyről, és ezek az emberek mindig jönnek vissza. És nyilván jövőre is már csinálunk egy ilyen versenyeket, folytatjuk az egész éves küzdelmeket. Lehet, hogy több forduló lesz, mert van rá igény, hogy több versenyt csináljunk itt az MMK-ban. Az esztendő utolsó hónapjaiban, heteiben sem fognak unatkozni a darts kedvelők. Körmendi Mihály arról is beszélt, hogy november 9-én a fővárosban lép táblához a DDC 2 csapata, akik idén is bejutottak az országos rájátszásba. Szeretnének már feljebb lépni. De Dunaújvárosban is lesz még verseny, hiszen a második Győri Tamás páros emlékversennyel zárul majd az UDL, illetve aktuális lesz évvégén a Tonka fivérekhez köthető viszkikupa is. Nem is beszélve arról, hogy jövőre lesz 10 éves a DDC. Az év az még elég húzós lesz nálunk, egyből november 9-én Budapesten tartják a rájátszást, ahol mind a két csapatunk részt vett, mind a két csapatunk elsőként fizett a csoportjába. Ott lesz egy kemény napunk. Most már harmadikén mindig ott vagyunk a rájátszásban, és már szeretnénk egy osztályra feljebb lépni. Reméljük, hogy rendes kultúrát körülmények között kaphatjuk meg majd azt a terményt, amit a Magyar Dárc Szövetség mindig ilyenkor felkínál. Szeretnénk most már tényleg nyerni és méltán képviselni a Dunaújvárost egy dárcba is, hogy mi is tudunk feljebb lépni egy kicsikért. Településünk darts kedvelő közössége a Dunaújvárosi Darts Klub jóvoltából hétről hétre lehetőséget kapott a versenyzésre. A DDC-nek pedig sok sikert kívánunk az országos fiatal küzdelmeiben is. Hivatalos közösségi oldalán jelentette be a DFVN női vízilabda csapata, hogy Dunaújvárosba igazolt az orosz válogatott kapus Anna Karnauk. A 31 esztendős hálóőr nagyon komoly nemzetközi tapasztalattal bír, első jelentősebb eredményét a 2011-es világbajnokságon érte el, ahol bronzérmes lett az orosz válogatottal, majd rá egy évre a 6. helyen végzett a londoni olimpián. 2013-ban a kazanyi Univerzádén győztes csapat tagja volt, majd 2016-ban éppen a magyar csapatot legyőzve szerezte meg nemzetközi együttesével a riói ötkarikás játékok 3. helyét.
rá egy évre a budapesti világbajnokságon szerzett bronzérmet, majd szintén Budapesten az Európa bajnokságon ért el ezüstérmet úgy, hogy a torna legjobb kapusának is megválasztották. A 2020-as olimpián a magyar csapat visszavágott az oroszoknak a női torna bronzmeccsén, így Tokióban végül a negyedik helyen végzett az orosz válogatottal, amelyet ezt követően kizártak a nemzetközi sorozatokból, így az elmúlt két esztendőben csak az orosz bajnokságban védhetett, és innen a kétszeres BL győztes csapatától érkezik most Dunaújvárosba. A DFVR női vízilabdázói idén már bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe, a bajnokságot két győzelemmel nyitották, míg legközelebb a Szentes ellen ugranak Medencébe pénteken este 19:30-kor a Magyar Kupa negyed döntőjének első felvonásán, amelynek visszavágóját pedig majd másnap este 6-tól rendezik meg a Faba Éva sportuszodában. Ez volt a DSTV híradója, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.